Ingyenes ünnepi koncertet adott az Ars Nova Sacra énekegyüttes szombaton a Grassalkovics kastély dísztermében. Az énekegyüttes Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójára állította össze a műsort. Első blokkban három olyan egyházi művet adtak elő, amelyek a katolikus liturgiához köthetők, mint például az Ave Maria. Az Ars Nova Sacra énekegyüttes 2005-ben alakult Répási Dénes és Répási Gábor vezetésével. A kórus érdekessége, hogy annak ellenére, hogy jogászok, közgazdászok és más értelmiségiek alkotják, a csapat minden tagja rendelkezik valamilyen szintű zenei előképzettséggel. A kórus vezetője Winnington Ingram Johanna 60 tévének azt mondta, az együttes tagjai fontos feladatuknak tekintik ritkán vagy soha nem hallott művek megszólaltatását. A 60-i koncertnek is ez volt a célja, hogy a fiatalokhoz is közelebb hozza a kórus kultúrát, ezzel pedig Kodály műveit. Számunkra Kodály Zoltán egy nagyon nagy jelentőségű zeneszerző, nagyon sok művét énekeljük. Ezen a koncerten is csupa Kodály Zoltán kórus művet énekelünk, és ez egy válogatás azokból, amiket szoktunk énekelni, tehát még ennél többet is szoktunk énekelni. Nagyon sokat köszönhetünk Kodály Zoltánnak, ugye a magyar zenekultúra, a kórus kultúra megalapulása az mind Kodálynak tekinthető. A kórus a második blokkban vallásos szövegű, de a liturgiához nem szorosan kötődő dalokat adott elő, köztük az Ének Szent István királyhoz című művet. Kodály Zoltán kórusra írt szerzeményei közül vannak olyanok, amelyek versfeldolgozások. Ezek közül néhányat el is szavalt Erdélyi György előadó művész az eseményen. Hála legyen, hogy boldoggá tett minden, ami szép és ami rút, nem tett boldogtalanná. Hála legyen! Végül az énekegyüttes világi témájú kórusműveket adott elő. Az Ars Nova Sacra énekegyüttes a közeljövőben több fellépésre is készül. Májusban például Budapesten a MOM Kulturális Központban adnak koncertet, ősszel pedig Németországban énekel a kórus.